Híradónkat látják kedden. Köszöntöm nézőinket! Nem volt még ilyen kezdeményezés a Városházán, de hagyományt szeretnénk teremteni belőle, mondta dr. Nagy Krisztina jegyzőasszony, amikor a Városháza aulájában átadta a polgármesteri hivatal dolgozói által összeállított ajándékcsomagokat. Amint az ötlet megszületett, azonnal nagyon sokan megértették, és mellé álltak a kezdeményezésnek. Kezdetben csak a város bölcsödéi és óvodái részére akartak ajándékokat gyűjteni, de hamar kiderült, hogy sokan gondoltak az általános iskoláskorú gyermekekre is, így a Vajda Márta iskola hátrányos helyzetű tanulói is részesülnek a polgármesteri hivatal dolgozói által összegyűjtött ajándékokból. A meghitt kis ünnepségen részt vett dr. Áldozó Tamás is, aki folytatásra méltónak tartja ezt a kezdeményezést. Sokszor csak halogatjuk, ha változtatni szeretnénk, másra várunk, és nem történik semmi. Pedig szükség van a változásra, főleg, ha valami igazán hasznosat, szépet szeretnénk megvalósítani. Mi úgy gondoltuk itt a hivatalba, több munkatársunkkal közösen, hogy nem várunk tovább, és szeretnénk egy szép hagyományt teremteni azzal, hogy ajándékokat készítettünk a Városháza karácsonyfája alá. Ezeket az ajándékokat mi első körben, mikor az ötlet felmerült, arra gondoltunk, hogy önkormányzati óvodákba, illetve bölcsödékbe járó kisgyermekeknek szeretnénk felajánlani. Aztán, amikor gyűltek ezek a csomagok, amiből a végén 65 érkezett ide a Városházára, akkor szép számmal voltak olyanok is, amelyek általános iskolás gyermekeknek érkeztek. Ezért a kezdeményezésbe bevontuk a Vajda Márta általános iskolát is, akinek igazgatónője Csutiné pap Orsolya is örömmel fogadta a mi kezdeményezésünket. Csutiné pap Orsolya elmondta, hogy ebbe az iskolába jár a legtöbb halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, így minden ajándékot, felajánlás, segítséget örömmel fogadnak. Bármennyire is közhely az, hogy nem az ajándékot kell ilyenkor várni, azért gyerekként mindenki az ajándékot várja, és mi igyekszünk minden gyereknek személyre szabott ajándékcsomagot összeállítani, és ilyenkor nagy segítség az nekünk, hogyha itt például a hivatal dolgozói is segítségünkre vannak ebbe, hogy minden gyerek kaphasson karácsonykor ajándékot. Dr. Nagy Krisztina szeretné, ha ebből a kezdeményezésből hagyomány lenne. Én tudom, hogy vannak olyan munkatársaim, akik jövőre is ugyanilyen jó szívvel és örömmel, lelkesedéssel fognak részt venni, hogyha egy-egy ilyen akciót szervezünk. Amikor én este otthon csomagoltam az ajándékokat, akkor azt pont olyan nagy készülődéssel tettem, mint hogyha a saját gyermekeimnek csomagolnám, és igazából ugyanolyan gondolataim voltak, hogy vajon tetszeni fog-e, vajon örülni fog-e a kisgyerek, aki kapja annak az ajándéknak, ami benne van. És hát nyilván olyan gondolataim is voltak, ami otthon nem merül fel, hogy ugyan nincs még neki ilyen, mint amit a doboz rejt, majd olyan is, hogy biztosan férne még bele valami kis édesség, vagy valami kis apróság. A jegyzőasszony megköszönte munkatársainak a felajánlott ajándékokat, majd egy-egy csomagot jelképesen átadott az intézményvezetőknek. A Tarci Lajos Általános Iskola idén is részt vett a Nagy Európai Karácsonyfadísz csereprogramban. Hardi Tünde tagozatvezető elmondta, a projektben résztvevő iskolák az országukra vagy a városukra jellemző karácsonyfadíszt készítenek, és ezeket különböző európai iskolákba küldik el. Ezúttal is a 4. E tanulói készítették el az ajándékokat. Piros-fehér-zöld karácsonyfadísz harangot küldtek, valamint egy belg receptet is mellékeltek. December 23-ától január 9-ig zárva tart a Jókai Mor Városi Könyvtár. Aki olvasnivalót szeretne az ünnepek idejére, csütörtökig kell odaérnie a könyvtárba, ahol karácsonyi ajándékötlet is várja a látogatót. Az intézmény adventi díszbe öltözött, ünnepi hangulatban válogathatnak az olvasók a sok ezer kötet között. Karácsonyi dekoráció, adventi idézetek, vidám matricák, mesekalendárium, fotósarok, és még sorolhatnánk, mi mindent kitaláltak a könyvtár munkatársai, hogy hangulatossá tegyék a belső tereket. Persze a lényeg az olvasnivaló, a kínálat folyamatosan bővül, sőt a saját kiadványokból vásárt is szervezett a könyvtár. A felnőtt kölcsönző folyosóján kaptak helyet a megvásárolható kiadványaink. Arra biztatok mindenkit, hogy aki karácsonyra szeretné ismerőseit vagy rokonait meglepni pápához köthető kötetekkel, az vásároljon nálunk kiadványokat. Nincs már sok idő a válogatásra, hisz péntektől bezár a könyvtár.
2022. december 23-ától 2023. január 9-ig a Jókai Mórvárosi Könyvtár zárva tart. Ez idő alatt, ha valaki vissza szeretné hozni a kikölcsönzött könyveit, az megteheti a nap 24 órájában a bejáratnál lévő könyvőr segítségével. A szünet idején a kölcsönzési határidőre nem kell figyelni. A zárvatartási idő alatt késedelmi díjat nem számolunk fel, és arra biztatok mindenkit, hogy december 22-éig, 6 óráig nyitva a könyvtár, és addig, ami ünnepekre szeretnének olvasmányaikat, szerezzék be nálunk. A könyvtár január 10-től 2-től ismét a régi rendszerint fogadja a látogatókat. A pápai zeneszerető közönség számára elképzelhetetlen az adventi időszak, Pápaváros Bárdos Lajos vegyeskara karácsonyi koncertje nélkül. A református templom ezúttal is megtelt, a közönség ismét hálás tapssal köszönte meg a remek hangversenyt. A koncert gyönyörű klasszikus dallamai mellett, mint például Bach, Vivaldi és Pachelbel művei, ismert slágerek is felcsendültek, többek között Elvis Presley és az Abba együttes dala. A megindítóan szép ősi ír áldások jól megfértek a kortárs Pintér Béla gondolataival. A koncerten közreműködött a Conspirito Quartet és Babos Tibor. Rendhagyó helyszínen tartott a karácsonyváró rendezvényét a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesülete. A főtérre várták a tagokat, akiket meleg teával és forralt borral, valamint nagy szeretettel fogadtak. A rendezvényhez a Honvéd Bajtársi Klub is csatlakozott. A két szépkorúakat összefogó közösség a főtéren szervezett programot, a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesülete és a Honvéd Bajtársi Klub tagjai örömmel köszöntötték egymást. A közösség megtartó erejére hívta fel a figyelmet dr. Áldozó Tamás polgármester is köszöntőjében. A következő év az meglehetősen viharos lesz, ezt pontosan tudjuk, de ebből a következő évből is sikerülhetünk győztesen. Akkor kerülhetünk ki győztesen, hogyha azokat a tulajdonságokat nem felejtjük el, amik ma is idehozták önöket, ezek pedig az egy közösséghez való tartozásnak a megélése, az egymásra való figyelés, a szolidaritás. Az alkalmon a Nyugdíjas Egyesület énekkara és az idén 15 éves Vidám Nagyik dalkör lépett fel. A Honvéd Bajtársi Klub kórusa örömmel csatlakozott a rendezvényhez. 4 dalt fogunk elénekelni, kedves, kellemes karácsonyi dalok zenei kísérettel. Utána egy jót forralt borozunk és elbeszélgetünk, úgy nézem, hogy nagyon sokan lesznek. Ugyanis a hideg ellen forró italokkal készültek a szervezők, s talán még fontosabb volt a jó ízű beszélgetés. Én azt gondolom, hogy erre karácsonyvárás, meg maga a karácsony is. Az együttlétről, a szeretetről szól, és mi ezt szeretnénk most itt tolmácsolni mindenkinek, hogy ha szeretet van, békesség van, akkor minden van. A két kórus koncertje nagy sikert aratott a kivilágított főtéren. Híreink után nézzük, hogy milyen idő várható szerdán. Az MH Pápa Bázis Repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint szerdán továbbra is erősen felhős borult lesz az ég, kezdetben még párás lesz a levegő. Csapadékra az esti óráktól számíthatunk kis eséllyel, eső, ónos eső formájában. Gyenge, változó irányú szél várható. A maximum hőmérséklet 1-3 fok körül alakul, késő este -1-1 fokig hűl a levegő. Kedves nézőink, híradónkat látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!